Kedden a Fogyatékosok Világnapján mutatkoztak be a Csillagfürt Egymi és a Kincsem napközi tanulói. Az eseményen Klimon István alpolgármester üdvözölte a gyerekeket. Vannak olyan emberek, akikre oda kell jobban figyelni. Úgyhogy a mai nap, ez a december 3-a, egyrésztről szóljon a Mikulásról, szóljon arról, hogy milyen jól fogtok viselkedni, hogy a Mikulástól kapjatok egy kis kedvességet. Persze ugye tudjátok, hogy az igazi Mikulás majd csak pénteken, ez csak a segédje. De ugyanolyan jól kell viselkednetek, mert az igazi Mikulás mindent lát. És tanuljatok nagyon sokat a mai napból, ismerkedjetek meg olyan sérült emberekkel, olyan fogyatékossággal élőkkel, akik itt vannak körötökben, hogy amikor legközelebb találkoztok az utcán, akkor ne ijedjetek meg attól, hogy valaki nem tud jól beszélni hozzátok, ne ijedjetek meg attól, hogy valaki gurul kerekesszékkel, lehet, hogy sokkal gyorsabb lesz, mint ti. Ismerkedjetek, találkozzatok velük sokat, és érezzétek jól magatokat a mai napon. A köszöntőket követően Kulin Lara, a Csillagfürt Egymi tanulója szavalta el a Csillagfürt című verset, majd a Kincsem napközi tagjai adták elő táncos produkciójukat. A Csillagfürt Egymi alsó tagozatos tanulói mesejelenettel, a középsúlyos csoport tagjai pedig Szuperhősök című táncos produkcióval készültek. 1992-től az ENSZ a fogyatékosság ügyében nagyon fontosnak tartotta, hogy ez a nap emlékezetes legyen. Úgyhogy mi ezért a december 3-án, a Fogyatékosság Világnapján szerettünk volna egy érzékenyítő műsort adni azoknak a kis ovisoknak, kisiskolásoknak, hiszen ez a legfogékonyabb kor, amikor a gyerekek még érzékenyebbek ezekre. És láthattuk a rendezvény kapcsán, hogy nagyon boldogak voltak, közösen táncoltak, meghallgatták azokat a kis műsorokat, amivel a fogyatékos tanulók itt a Csillagfürt Egymi illetve a Kincsem napköziben készültek. A műsorok után a gyerekek együtt várták a télapót verssel és dallal. A Csillagfürt Egymi tanulói és a Kincsem napközi tagjai az óvodásokkal és a kisiskolásokkal jelelve adták elő a Mikulásváró dalt, majd el is énekelték közösen, mi alatt a télapótól kis meglepetést kaptak jutalmul.